Thank you.
Kedves Várami Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapon. Isten igéjével, a heti igével, Péter apostol első levele 5. fejezete 7. versével. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Figyelj, Uram, imádságomra, és halld meg könyörgésem hangját, mert Te, Uram, jó vagy, és megbocsátó, irgalmas mindenkihez, aki hozzád kiáll. Taníts meg engem a Te utadra, hogy járjak a Te igazságodban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam mulandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Urunk, oltalmazd egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra oltár előtti felolvasású kijelölt evangéliumi szent igéket, amit megírva találjuk Máté evangélium a 6. fejezetében a 24. verstől a 34. a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, s mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliumokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mezőfűvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek szent igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, a mai vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igéket, amint megírva találjuk Jeremiás próféta könyve 17. fejezetében az 5. verstől a 11. a következőképpen. Ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül, élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ugye meglepő, hogy ez a felolvasott szent ige úgy kezdődik, ahogy mi ezt nem szoktuk meg. Hogy az Úr ajkáról átokmondást hallunk. Nem azt szoktuk meg, hogy az Úr szava mindjárt egyenesbe, ítéletesen szólít meg bennünket. Sokkal inkább szeretjük, ha úgy szól hozzánk, hogy az kedves a fülünknek, úgy érezzük, hogy a mi életünket úgy pátyolgatja, úgy igazából dédelgeti, úgy simogatja az Úrnak a szava. Kétségtelen, hogy nagy szükségünk van rá. Na de azért ezekre a kemény szavaira is szükségünk van az Úrnak. Amikor bizony így érinti meg az ő népét, és így érint meg olykor minket is. Mert ez is a mi gyógyulásunkat szolgálja és munkálja. Meg kell néznünk, hogy miért szólt így az Úr az ő népéhez először is. Abban a helyzetben, Jeremiás próféta idejében. Közvetlenül ennek a fejezetnek az elején olvassuk, hogy az Úr azt látja, hogy az ő emberei, fiai, aki hozzák tartoznak, az oltáraikkal, bálványaikkal törődnek a bujazöld fáknál a magas halmokon. Azaz, bálvány imádóvá lettek. A szívük elfordult az élő Istentől. Maguk keze által művelt, épített bálványokat istenítettek, és tőlük vártak oltalmat, vezetést, holott az Úr számtalanszor megmutatta az ő hatalmát, erejét az ő életükben. És mégis. Emlékszünk arra a jelenetre, amikor az Úr szövetségre lépni akar az ő népével. Mózes fönt van a Sínai hegyen, és várja az Úr által kínált és elrendelt két kőtáblára írt 10 igét, a 10 parancsolatot. És közben a nép türelmetlen odalent a hegy lábánál, és ráveszik Áront, hogy építsenek aranyborjút, és azelőtt boruljanak le. Áron bele megy ebbe a dologba, hiszen a többség ezt kívánja. Márpedig a nép akarata szent. Hát akkor azt meg kell tenni. És ő is beleesik ebbe a csapdába. Fölállítatik az aranyborjú, és azelőtt hódol a nép, és azt imádja. Ott táncol körülötte. Mert a láthatatlan, de mégis mindennél jobban megtapasztalható isteni vezetés dacára az ember képes azt gondolni, hogy csak az létezik,
amit a maga eszközeivel, a maga adottságaival meg tud érinteni, amit látni tud, amit közvetlenül hallani tud az érzékszerveivel. Mint ahogy ma is nagyon sokan azt mondják, majd ha ezt vagy azt megteszi az Isten, akkor elhiszem, hogy létezik és van. És akkor az ember nem tud belenyugodni ebbe, pedig az Úr mindig megmutatja az ő hatalmát. Csak ahhoz nem egyszerűen a fül elég, meg a szem, ahhoz szív kell. Ahhoz a belső ember nyitottságára van szükség. Arra, hogy az ember rezdülni tudjon az Istennek a szavára, üzenetére, hogy csendben tudjon lenni az ember az Úr előtt, hogy meg tudja alázni magát előtte, hogy ne mások előtt hajlongjon, hanem egyedül az élő Isten előtt. Dániel próféta történetét is jól ismerjük, aki idegen környezetben, akkor, amikor a király megparancsolja, hogy csak előtte szabad leborulni, és őt szabad isteníteni és imádni. Dániel még akkor is, amikor az élete veszélybe kerül, nem hajlandó ezt megtenni. És ő egyedül az élő Isten felé borul le, és tudja, hogy csak ő méltó arra, hogy ő imádassék, és előtte tárja ki a szívét, az életét, és őt szolgálja. Odáig megy a hitében, arról tesz bizonságot, hogy bármit kér az Úrtól, ő megadhatja, de ha nem tenné az Úr, akkor sem tagadja meg őt. Igen, testvéreim, itt azt látjuk, hogy a nép elfordul az élő Istentől. És kiben bízik? Emberekben bízik csupán. Emberekben bízik, és azt gondolja, hogy emberek megoldanak mindent. Mint ahogy a mi életünkben is sokszor ez történik. Persze, hogy szükségünk van kapcsolati hálóra, ismeretségre, amikor baj van, amikor megoldatlan dolgok előtt állunk. Keressük a megoldás útját. Kihez folyamodjam? Ki lesz az, aki segíteni fog? Ebben nincs semmi kivetnivaló, hiszen az Úristen gondviselése abban is megmutatkozik, hogy egymásra bíz bennünket, és rábíz minket, szülőkre, a gyermekeket. Gyermekre később, amikor megöregszenek a szülők, a megfáradt, megbetegedett szülőket. Rábízza, hogy az elmúlt napokban megfordultam két bölcsödében is, a két felújított bölcsödének az átadásán is, kisgyermeknevelőkre a picinyeket. Gondoljuk el, amikor egy 20 hetes kisgyermek bekerül a családi otthonból egy idegen környezetbe. Egy 20 hetes kisgyermek, testvéreim. Onnantól kezdve már befogadható. És ott, ahol nem tapasztalja a gondoskodó, törődő szeretetet, amit nem lehet pótolni azzal, amit otthon kell, hogy megkapjon, az pótolhatatlan. De valami módon, hogy megérezze, hogy őt itt befogadták, hogy őt itt szeretik, hogy róla gondot viselnek, letörölik a könnyét, megvigasztalják, megölelik, és érzi a hordozó szeretetet. Enélkül az élet nem növekedhet föl. Egyikünk sem növekedhetett volna föl. Nem válhat igazán emberré, ha nincs ott gondoskodás. Csakhogy bármennyire is Isten eszközei lehetünk, és kell is, hogy legyünk az ő gondviselő szeretetében. De nincs minden ám a hatalmunkban, testvéreim. És vannak ám olyan helyzeteink, amikor átérezzük a korlátjainkat, és egyszer csak azt veszük észre, bármennyire szeretnék gondoskodni, bármennyire mindent odaadnék, hogy megoldjam azt a dolgot, ami előtt ott tipródunk és viaskodunk, és arra ébredek rá, hogy tehetetlen vagyok. Most jöhet akármennyi pénz, akármennyi összeköttetés, itt most tehetetlenek vagyunk. És ebben a helyzetben azt mondja az Úr, vigyázz, ha csak emberekben bízol. Főleg akkor, és ez nagy kísértés, amikor emberek már sztárolva vannak, amikor emberek már úgy vannak piedesztára állítva, hogy azt gondoljuk, hogy ők aztán csak ők mindenek felőtt valók, és mindent megoldanak. És egyedül ők, akik meg fognak oldani mindent.
Az Úristen a bálványokat sorba dönti. Csak idő kérdése, hogy mikor fog ledőlni. Ott, amikor az ember elveszíti az arányokat, amikor az ember többet gondol az embertársáról, mint amennyit gondolnia szabad és kell. Vagy pedig nem is csak az embertársáról, de saját magáról. Mert itt arról is szó van, hogy vigyázz, amikor csak emberekben bíz, és vigyázz, amikor csak a magad erejében bízol. A magad lehetőségeiben és képességeiben, tudásában, ismeretében, a mai technikában, a mai eszközökben, az orvostudománynak különböző eszközeiben. Persze, hát ezt is azért adta az Isten, hogy rajta keresztül gyógyíthassunk, gyógyíthasson az az orvos, enyhíthesse a szenvedést, de eljön egy pillanat, amikor az orvos is azt mondja, hogy hát eddig, és nem tovább. És azt mondja, hogy tetszik tudni, most innentől tessék imádkozni. És tessék az Úristenhez odafordulni. Jó, hogyha eljut a belátására ez orvos, vagy eljutsz te, vagy én, vagy mindannyian, amikor fölfedezzük, hogy itt kevés az emberi erő, kevés az emberi kapcsolat, és nem elég általánosságban beszélni az Isten gondviseléséről, hogy mindig úgy hozzátűzni a mondandónkhoz, hát, hogy az Isten gondviselő Isten. De bízom-e benne? Tényleg ráhagyatkozom? Ott van, ahogyan Jézus az evangéliumban elénk adta az oltár előtti idő igében. Hát az, ha valami szorongat minket állandóan, az az aggodalom, az végig kíséri az egész életünket. No de hát, hogy szabadulhatsz meg az aggodalmaskodástól, az örökös, görcsös félelemtől, attól a frusztrált állapotból, hogy állandóan feszülsz, hogy most akkor most mi lesz holnap, meg hogyan lesz tovább holnap? Hát meg lehet ettől szabadulni, még itt vagyunk ebben a földi életben. Hát testvéreim, sorolhatnánk az aggodalmakra az okainkat. Napestig, és soroljuk is sokszor. A hálaadás szava nagyon ritkán hagyja el az ajkunkat, inkább jön a panasz és az elégedetlenség. De hát azt mondjuk, hát lehet ezen csodálkozni, hát milyen világban élünk, mi vesz minket körül, csak ki kell nyitni a szemünket, hát mi okunk van arra, hogy ne aggódjunk, és ne féljünk. És azt mondja az Úr Jézus, hát meg tudod ezzel egy arasznyival is hosszabbítani az életed, ez segít valakin? Meg magadon segít ez? Hát nézd meg, hogy kitől kaptad az életedet. Ki a te teremtőd? Hát nézz arra Jézus Krisztusra, aki mindent odaadott érted, amit odaadhatott. A legdrágábbat, önmagát. Mennyei Atya szeretete így árad felén. Az Úristen gondviselő irgalmával megszabadít attól, hogy a te szíved bizalma ne talmi dolgokba legyen, ne anyagi javakba, a mammon imádatába és szeretetébe, mondván, hogy a pénzzel úgyis meg lehet oldani mindent, mert megoldjuk, mert számunkra nincsen lehetetlen, csak tehetetlen ember van. Testvéreim, egyre több embernél látjuk azt, aki így, ilyen nagy büszkeséggel tudott nyilatkozni, hogy hogyan lett olyan kicsivé, és hogyan lett olyan megalázottá. Úgy, ahogy itt mondja az ige, hogy nem csak az igaz, amit ma a természetben a környezetvédelem kapcsán egyre tragikusabban tapasztal a mi bolygónkon élő ember, hogy pusztul a természet és a környezet, és hogy szennyezzük ezt a környezetet, és hogyan kezdünk beszélni a zöldítés lényeges és nélkülözhetetlen szükségéről. Na de hát testvéreim, hát sajnos miért van így a természetben? Mert az emberi élet lett ilyenné. Az ember maga. Az ember élete lett pusztasággá, Isten nélkül. Az ő drága igéje nélkül, ahol az emberi élet nem gyökerezik bele az élő igébe. Úgy, ahogy az első Zsoltárnak a szavaival visszhangzik mindaz, amit itt Jeremiás leír. Majd olvassuk az első Zsoltárt, ahol azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek az élete olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fának az élete, hogy belegyökerezik
a folyó vizébe, onnan meríti a táplálékot. Hát, amikor Jeremiás azt a képet is használja, hogy az ember sokszor ilyen poshat ciszternaban, megposhat vízből merít, amiből nem lehet friss életerőt kapni, hanem megelégszik olyan dolgokkal, ami az életét csak pusztítja. És nem az élővíz forrását keresi. És hol az élővíz forrása? Jézus mondja a samáriai asszonynak: ha kérned tőlem, élő vizek folyamai áradnának benned. Hát kiről van szó? Ki az az élő víz folyama, forrása? Maga Jézus Krisztus ott áll a samáriai asszony előtt, és ott áll előtted, és ott van a drága ige a kezedben, és milyen nagyszerű, amikor azt tudod mondani az igével, hogy már nem csak a kezemben van, de ott van a szívemben, ott van az életemben, a bensőmet betölti, meghatározza a gondolatvilágomat, űzi a kétségeimet, és tudom, hogy ki az, akiben bízhatom, és nem kell félnem, nem kell aggodalmaskodnom. Ott vagyok a kezében, mert ő számára a legdrágább vagyok, gyermeke vagyok, megváltottja vagyok. Kedves férfi testvérek, hát először ebben az igében mi vagyunk megszólítva, férfiak. Azért ezt ne felejtsük el. Azt olvassuk, hogy lehet egy férfi élete átkozott és lehet áldott. A napokban hallottam beszélgetést a televízióban arról, hogy mennyire hiányzik ma a családokban az, hogy a helyükön legyenek a férfiak, az apák apák legyenek, a férjek valóban férjek lehessenek, hogy valóban a férfiak valóban az Isten útján járva a családban azt a szerepet betöltsék, amiket az Úr rájuk bízott. És ennek a hiányát érzik ma a felnövekvő nemzedéknek a tagja, a gyermekeink, az unokáink, a hozzátartozók. És bizony nagyon sokszor hárítjuk a feladatot társunkra, hitvesünkre. A gyülekezet közösségében is, a nagyobb közösségben is, a nagyobb család körében is meghatározó, hogy valóban ott vagyunk-e, és betöltjük-e a szolgálatunkat. Úgy, hogy a mi szívünk és a mi életünk az Úrban gyökerezik, benne bízó élet. Természetesen ugyanígy vonatkozik ez asszonytestvérekre is. De amikor én elolvastam az igét, akkor nem hárítottam magamtól ezeket a krisztusi, illetve élő isteni szavakat és üzeneteket. És Jézus oda akar minket vezetni, ami valóban áldottá tudja tenni az életünket, mert szeretne minket áldott férfiakként látni, áldott családfőkként látni, szeretne minket áldott édesanyákként, nagyszülőkként látni, és olyan áldott emberekként, akik az ő dicsőségére vagyunk, az ő népének az életében. A bizalom kérdése döntő. Ahol nincs bizalom, ahol nem tudunk egymásban megbízni, és azt mondjuk egymásra, hogy ez egy megbízhatatlan, megosztok vele valamit, és ki fogja kürtölni a következő pillanatba, és tovább fogja adni, nem őrzi meg, sőt, szemembe ezt mondja, a hátam mögött meg megint egész mást mond. Tehát ezt az ember megérzi. És akkor azt mondja, hogy hát a bizalmatlanságnak a légköre szétzilálja a házastársi köteléket, ugyanúgy, mint a szülő-gyermek viszonyát, nem, a nemzedékek közti kapcsolat, munkahelyi viszony, minden szétzilál. Na de miért van az, hogy sokszor ez a bizalom nem született meg? Hát azért, mert az élő Istennel való bizalmi kapcsolat sínyet veszett el az életünkből. Ebből következik minden. Ha akarjuk bevallani, ha nem akarjuk bevallani, akkor is így van. Ott áll helyre a bizalom valóban szív szerint két ember között, házastárs között, szülő-gyermek kapcsolatban, bármilyen viszonylatban, az Isten rendje szerinti bizalom, gyülekezeti közösségben. Csak ott állhat helyre, ahol az Istennel való bizalmi kapcsolat helyre állt, testvéreim. És ez másképp nem történhet meg,
csak bűnbánatot tartva, bűnbocsánatot elfogadva, Krisztussal új életet kérve, azzal a Krisztussal közösségben, és azzal az élő Istennel, akiről mit olvastunk, hogy ő a szívek vizsgálója. Nem te vagy, meg nem én. Nem mi tudjuk meg, hogy kinek mi lakozik valójában a szívében. Jelek vannak, amelyek megmutatkoznak. De hogy valóban mi tölti be, kiben való bizalom tölti be a szívedet, azt ő tudja. Egyedül. Nincs az az átvilágító eszköz itt a Földön, amely ezt ki tudná mutatni, de ő neki erre nincs szüksége, anélkül is tudja. És az a csodálatos dolog, hogy az már túl van ezen a jeremiási üzeneten, amit itt olvasunk, hogy azt mondja az Úr, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Hát, jaj lenne nekünk, ha az Úristen valóban így bánna velünk, ahogy megérdemelnénk. Csak hogy eljött valaki értünk, aki elhozta számunkra a kegyelem drága esztendejét. És ha nem hozta volna el, akkor tényleg átok ülne rajtunk nagyon sok esetben. De az Úristen Krisztusban áldást készített a számunkra. És azt mondja, és ezt átélte valamennyi követője az Úrnak, és te is átéled, mindannyian átéljük napról napra, nem vagyok méltó, Uram, arra, hogy te megbízol bennem, és te rám bízol szolgálatot, rám bízol küldetést, feladatot ebben a világban, nem vagyok rá méltó. Egyáltalán, hogy a te nevedben megszólaljak, nem vagyok rá méltó. És azt mondja az Úr, mégis szeretlek, mert te az enyém vagy. És van kegyelem, van irgalom, van bűnbocsánat, mert Krisztus érted adta az életét. Mégis. Igen, testvéreim, ez a nagy ajándék, hogy Krisztusban nem azt kapod, amit megérdemelsz, hanem azt a mérhetetlen irgalmat, kegyelmet és szeretetet, amely által azt mondod, hát ha az Isten még irántam is ilyen bizalommal van, hát akkor lehetetlen, hogy ne induljak, és ne az ő nevében munkálkodjak és fáradozzak, és az ő szeretetét ne árasztam tovább. Lehetetlen. És az Istennek a szeretete így tölthet be, és attól megóv, hogy a szívem megosztott szív legyen. Nem lehet két úrnak szolgálni. Ez a vasárnap üzenete. Nem lehet. Lehetetlen. Olyan nincs, hogy ennek is, annak is. Vagy az Úrnak, vagy a mammonnak, az anyagiaknak, embernek, önmagamnak. Csak egyedül akkor lesz áldottá az életem, hogyha az Úrnak szolgálok, és ő benne bízó, életben járok. Igen, a hit ezt jelenti, a fidúcia ezt jelenti, a teljes ráhagyatkozás. Itt vagyok, Uram, cselekedj velem, rád bízom az életem, és hálát adok mindazért, amit adtál, mai napig, hogy gondoskodtál, hogy nem hagysz magamra. És tudom azt, hogy a te gondoskodásod nem csak a bölcsőtől a sírig tart, itt a földi úton. A te gondoskodásod az örökké valóra megőrző gondoskodás. A veled való együttlétre, a te országodba való megérkezésre, ahol már nem lesz szükség ételre, ruházatra, amiért annyit aggódunk, megélhetés gondjai ott nem fognak minket, nem fognak egyáltalán nyugtalanítani, hanem ott az ő vele való örök örömben és békességben lehetünk együtt. De addig is, amíg itt vagyunk és itt lehetünk, testvéreim, egymás iránti bizalom úgy lehet az életünkben, egymást gondozni, ápolni, szeretni, elfogadni, segíteni, lehajló alázattal, csak úgy tudjuk, hogyha a benne való bizalom él a szívünkben, és azt tölti be. Drága férfi testvérek, asszony testvérek, töltse be a szívünket ez a bizalom. És akkor valóban
áldott lesz az életünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy eljött életünk a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus, és egész élete, szolgálata, megváltó útja, keresztútja, és dicsőséges feltámadása, győzelme, mind arról tanúskodik, hogy a legdrágább bizalom légkörébe állítottad az életünket, a szeretet bizalmi légkörébe, az irgalom, a kegyelem, a könyörület bizalmi légkörébe, és hordozó erejébe, megtartó erejébe. Ezért légy áldott, hogy ezáltal szabadítasz meg bennünket az aggodalom szorító félelemmel, kétségekkel minket körülvevő állapotából, és adod a szabadságot a lelked erejével arra, hogy merjük egészen rábízni az életünket továbbra is a te atyai kezedbe, és rábízni az életét annak, akit ránk bízol, és kérni, hogy Uram, ne akarjak több lenni, csak eszközöd, amennyire csak lehet, a te gondviselő szeretetednek ott, ahova állítasz. És ha ezt meg tudom tenni, akkor erre te tudsz képessé tenni, és a te áldásod által lehet valóság. Kérünk, Urunk, hogy így segíts meg bennünket, így gyarapítsd közösségünket, így tedd áldottá az életünket, és ennek a gyülekezetnek az életét, és mindazok életét, akik a te drága ígédet most hallják, és akik befogadják, és a benned való bizalom megszületett a Szentlélek által a szívükben. Így áld meg az életünket, Urunk. Amen. Szeretettel számolok be a testvéreknek arról, hogy tegnap megtörtént az úgynevezett ima séta a városunkban, ökumenikus közösségben, amely közösségben imádkoztunk ezért a városért, itt lévő vezetőkért, lakókért, imádkoztunk a hazánk határain belül és kívül élő magyar testvéreinkért, imádkoztunk a diákokért, tanárokért, a tanításért az országunkban, ebben a városban, betegekért, a kórházban fekvőkért és otthonukban szenvedőkért imádkoztunk elhunyt szeretteinkre emlékezve. Kétségtelen, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, és ott borulj le a te urad előtt, és azt is mondja, ez is kétségtelen, hogy ne kin az utcán mutassátok imádkozó, hajlongó, Úr előtt hajlongó életeteteket. Nem ez volt a célunk, hanem tényleg azzal a szívvel és azzal a szándékkal voltunk együtt, hogy ahol Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman kérnek valamit az atyától az én nevemben, megkapják. Hát voltunk olyan 90-100-an, ha ketten-hárman egy akarattal voltunk együtt, akkor ez már nem volt hiába való. És hiszem, hogy nem volt hiába való. És hiszem, hogy az imádságra szükség van, közösségben, egyenként, otthonunkban, és itt a templomban, az imádságházában is. Isten áldja meg ezt a szolgálatot, és bátorítom a testvéreket, hogy legközelebb, amikor erre adatik alkalom és lehetőség,
éljünk vele. Hirdetem szeretettel, hogy jövő héten is a megszokott időben 11 órakor lesz a Bibliaóra. A Bibliaórán lelkész testvérem Márk evangéliumának 6. fejezetét veszi most éppen, és azt veszük sorra, arról beszélgetünk egymás között. Aki teheti, kérem, hogy jöjjön el. Férfi testvéreket is nagy szeretettel buzdítok és bátorítok erre, hogyha egy mód van és lehetőség, jöjjünk az ige köré. Hirdetem azt is, hogy a jövő vasárnap, a hónap első vasárnapja lesz, és ekkor megterítetik számunkra az Úr asztala, hogy újra részesedhetünk az ő szent testének és vérének ajándékában. Készüljünk az Úr asztalához örömmel, tiszta szívvel, és várva az Úrral való közösség áldásait. Október 12-én lesz az országos evangelizáció Budapesten a Deák téri templomban, amelyre szórólapokat magunkkal vihetünk, láthatjuk a programot, és kérjük, hogy aki teheti, jöjjön el erre az alkalomra. Megköszönjük a virágot az oltára azoknak a testvéreknek, akik erre a vasárnapra ajándékozták. A virág, amelyet az oltára helyezünk, Isten iránti hálánkat fejezi ki, az ő magasztalását és dicsőítését szolgálja, és ahogyan pompázik színeiben, és ahogyan érezzük illatát, az is kifejezése juttatja egyrészt azt, hogy az Úristen szeretne minket így látni, hogy gyönyörködhessenek benne mások a mi életünkben, és ne szomorúságot okozzunk egymásnak. Másrészt látjuk, hogy a virág is elszárad, az életünk is mulandó, de az Isten kezében és szeretetében ott vagyunk. A záró imádságunkban meg fogunk emlékezni egyik testvérünkről, akit a tegnapi nap folyamán ért súlyos betegség. Név nélkül, de bizonyára többen tudnak róla, és kérjük az Urunk vezetését, gyógyító irgalmát és hatalmát, hogy legyen testvérünkkel és családjával együtt, és segítse meg őt, hogy újra együtt lehessen szeretteinek a körében. Akkor kimondom a nevet. Hári Tibor testvérünk feleségéről van szó, aki nagyon súlyos állapotba került, és kórházba került, helikopter szállította el. Tehát gondoljunk így rá, és gondoljunk az egész családra, testvéreim. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben dicsősége volt, úgy legyen most, és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, akitől minden jó adomány és tökéletes ajándék származik, hallgass meg most is néped könyörgését. Add, Urunk, hogy szent fiadat követve neked tetsző életet éljünk. A hitben nap mint nap növekedjünk, a reménységben szilárdan álljunk, a szeretetben pedig egyre jobban bővelkedjünk. Könyörgünk egyházadért. Ajándékozz meg az egyetértés és a békesség lelkével. Segítsd, hogy maradéktalanul elvégezze a szolgálatot, amellyel megbíztad. Gyülekezetünkben is nap mint nap növeld a hitet, és erősítsd a szeretetet. Urunk, a fiatalok szívében is ébresz vágyat, igéd és a gyülekezet közössége után. Add, hogy akik eltávolodtak egyházattól és a hittől, azok visszataláljanak. A hozzád hűségeseket pedig te erősíts, hogy bátran tanúskodjanak hitükről, minden ember előtt. Könyörgünk a családokért,
fűszorosabbra a szeretet és a megértés kötelékét a házastársak, a szülők és a gyermekek között. Add, hogy a felnőttek hitben való élete a gyermekeket is hozzád vonzza. Urunk, szabadíts meg minket a mulandó javak kísértésétől. Add, hogy akaratodat komolyan vegyük, és az örök élet beszédét hittel hallgassuk, hogy teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és egész elménkkel szeressünk téged. Vezess bennünket életünk minden napján az üdvösség felé. Urunk, könyörgünk a világért és minden embertársunkért. Szabadítsd meg fájdalmuktól a szenvedőket, gyógyítsd meg a betegeket. Urunk, szerető mennye édesatyám, a te színed elé visszük, mint szívek vizsgálója elé, és az emberi életet teremtő és gondviselő mennyei atya elé, azt a testvérünket, akit súlyos betegségért utol, és akiért aggódik férje, gyermekei, a családnak a tagjai. Kérünk, Urunk Istenünk, te neked a legfőbb orvosnak a kezébe tesszük le testvérünket, mert neked van hatalmad arra, amire embernek nincs, hogy az életet a te akaratodból és terved szándékod szerint úgy tartsd meg és őrizd meg, ahogyan azt te jónak látod. Látod, hogy szükség van testvérünknek, az édesanyának jelenlétére, szolgálatára, férje mellett, családja mellett. Kérünk, a te gyógyító irgalmaddal vedd őt körül, vezesd az orvosoknak, ápolóknak a kezét, hogy élete jobbra fordulhasson, és irgalmadból, kegyelmedből hazatérhessen gyógyultan szerettei körébe. Kérünk, Urunk Istenünk, irgalmad gazdagságából cselekedj, de kérjük, mindenben legyen meg a te szent akaratod, ahogyan azt te tervedben elszánod, és ahogyan tervedben hordozod. Ez iránt, a család iránt is, és mindannyiunk iránt. Kérünk, Urunk Istenünk, hallgass meg imádságunkat, és könyörülj testvérünkön és szeretteink. Kérünk, légy minden megfáradtal, beteggel és elesettel, kórházi ágyon fekvővel vagy otthonában lévővel, aki nem lehetett itt köztünk az Isten tiszteleten. Adj türelmet, alázatot, szeretetet, bizalmat, lehajló irgalmat a rászorulókhoz. Adj egyetérző szívet mindannyiunkban, és adj, hogy tudjunk segíteni, ahol adsz rá lehetőséget egymáson. Légy, Urunk, ezzel a világgal, légy nemzetünkkel, légy népünkkel, légy városunk lakóival, és te állj meg bennünket, hogy békességben, csendes életben tudjunk élni. Őrizd meg természeti katasztrófától, viszálykodástól, szeretetlen állapottól, légkörtől. Hallgass meg minket, Urunk, Jézus Krisztusért, kérünk, növeld hitünket, hogy mindenkor hűek legyünk hozzád, és téged dicsőítsen minden szavunk, cselekedetünk és egész életünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek nevében, tanítása szerint együtt még így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Már vegyük az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád és adjon te néked békességet.